Te mit tennél, ha úgy 50 év múlva egy másik Magyarországon ébrednél? Ahol a népesség 2 millióval kevesebb, mint azelőtt. Ahol a vidéki falvak lassan kiürülnek, miközben a nagyvárosok meg nagyobbak lesznek. Ahol egyre kevesebb a fiatal, és egyre több az idős ember. Ahol nyáron mindig 40 fokos meleg van, és gyakori a szárazság. Ahol ritkán esik az eső, meg a hó, de amikor meg igen, akkor utálunk az az önvíz. Ahol a turizmust és a mezőgazdaságot inkább csak hírből ismerjük. Ahol több az erdő, több a beton, és másképp néz ki a tájvidéken, mert sokkal kevesebb a szántóföld. Ahol csak a folyamatos változás az állandó. Ahol az emberek sokáig úgy gondolták, hogy csak a tudósokon és a szakembereken múlik a megoldás. Ha mindezt előre látnád, te hogyan terveznéd a jövőt? Ha kíváncsi vagy a jövőbeni Magyarországra, és hogy mi mit gondolunk róla, gyere le 2017. február 24-én pénteken a Még 50 év konferenciára a Budapesti Kortárs Építészközpontba, és elmeséljük. Jegyek foglalhatók a Még 50 év konferencia Facebook oldalán. Gyere, várunk! Created using Powtoon.